Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 227-es énekének első versszakával kezdjük. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy örömmel gyűltünk egybe, kedves testvéreim, Szent Domonkos áldozópap emléknapján, a prédikátorok rendjének alapítójára, szent és tiszta életű példaadó szerzetesre tekintünk. És mi is megerősödünk abban a hitünkben, hogy Jézus Krisztus tanítása szerint élhessünk, hogy az életünk alapja az evangélium legyen. Így köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a média apostolok szentmiséjén. Köszöntöm média apostolainkat, az Apostol TV kedves nézőit, és természetesen jelenlévő gazdagréti testvéreimet. Az Apostol TV kedves nézőinek ima szándékaira, kérésére, háladására, és közösségünk, apostolkodásunk megáldására ajánljuk föl ezt a mai szentmisénket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen, nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Urunk Istenünk, segítse egyházadat, Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járunk legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Íme napok jönnek, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, de nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig uruk voltam, mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa. Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartatok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod,
hanem az emberekére. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban ismerkedjünk a nap szentjével, Szent Domonkossal, aki 1170-ben született Spanyolországban, és már 15 éves korában lett főiskolai hallgató, és mint ilyen csak két utat ismert az életében, mármint valóságos helyre, helyszínre vezető utat. Az egyik a templomba vezető út volt, a másik pedig az iskolába vezető út. Áldozó pappá szentelése után rövidesen egyházi méltóságot kapott, kanonok lett, és különösen az ige hirdetésben tűnt ki. És az ige hirdetéssel kapcsolatban az életrajzában olvashatjuk, a Zsolozsmárnak ez a mai második olvasmánya, az olvasmányos imaórában, az megjegyzi, hogy Szent Domonkos vagy Istennel beszélt, vagy Istenről beszélt, vagyis az életét átszőtte az imádság, illetve az ige hirdetése prédikálásával bizonyos tévtanításokat is helyre igazított, és az egyszerű apostoli élet példáját tartotta megfelelőennek arra, hogy alátámassza az ige hirdetést az ige hirdetőnek is, az Úr szavainak a tolmácsolása mellett, az életével is mutatnia kell az evangéliumi értékeket. Sikereket ért el az ige hirdetésben, hiszen néhányan csatlakoztak hozzá, és harmadik Honorius pápa 1216-ban jóváhagyta a domonkos rend működését, amely most rövidítve a latin elnevezést, ennek a rendnek a rövid jelzője, jelzése az OP, amelyben nem domonkosról beszélünk, hanem a prédikálásról, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje. Ez nagyon meghatározója volt a rend küldetésének is, az mind a mai napig. Mint vértanú szeretett volna az Úré lenni és életét befejezni, és ezért a pogány kúnokhoz indult, de útközben megbetegedett, és Bolognában meghalt. Halála előtt ezt mondta a közösségének 1221-ben, hármas örökséget hagyok rátok, a szeretetet, az alázatosságot és a szent szegénységet. Az igazság kiváló hirdetője volt, de mivel Krisztus az igazság maga, ezért Krisztust nyilvánvalóan az ő kinyilatkoztatott szavával és tetteinek bemutatásával hirdette, vagyis az evangéliumot hirdette. A Lourdi bazilikánál, a bazilika főbejáratánál látható egy szép dombormű, amikor a szűzanya a rózsafűzért átadja Szent Domonkosnak, mert a szentolvasó imádság is az ő nevéhez fűződik, hiszen mi más a rózsafűzér ima, mint evangéliumi elmélkedés. Most már egy 21-22 éve már kiegészült a három alapvető rózsafűzér titoksor,
amely ugye ismeretesen az klasszikus három, az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsaszűzér, amelynek titok sorait őrzi az előbb említett lurdi bazilika a jelenés helyén, és aztán egyelőre a homlokzatát annak a művésznek titok sora és művésztársainak képei ékesítik, akik a mi templomunkat is feldíszítették a mozaikunkkal, és így helyezték el annak idején a világosság olvasójának a képeit. Szent Domonkos az evangélium hirdetője volt. Olvassuk a katekizmusban, illetve a II. Vatikáni zsinat tanításában, és a Dei Verbum okmányban, amely a Szentírásról, a kinyilatkoztatásról szól, hogy aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust. A Biblia olvasása a Szentírásbeli ismeretek bővítése nélkül, ismerete nélkül nem tudjuk Jézus Krisztust megismerni, hiszen a kinyilatkoztatásban ő saját maga mutatkozott be. Aki tehát nem ismeri a Szentírást, és csak a polcán hagyja a könyvek könyvét, az Jézus Krisztust nem ismerheti meg. Aki pedig nem ismeri meg Jézus Krisztust, az nem képes arra, hogy Jézus Krisztus tanítása szerint éljen. Aki pedig nem képes arra, hogy Jézus Krisztus tanítása szerint éljen, az az ő mellette szóló tanúságtételre sem képes. Aki pedig nem képes megvallani Krisztust az emberek előtt, az Úr Jézus figyelmeztetése nyomán arra kell számítania, hogy majd ő sem vallja meg az őt nem vallókat a mennyei atya és az ő szent angyalai előtt. Vagyis egyenes út vezet a Szentírás, a kinyilatkoztatás, az élő ige olvasása, megélése nyomán az üdvösségre. Számunkra tehát a Szentírás, mint Isten igéje, életforrás, örök, ahogy megjegyezték a tanítványok, ugyancsak Péterrel az élen, akinek a hitvallását ma hallottuk az evangéliumban. Jézus Krisztust úgy vallotta meg isteni kinyilatkoztatásban, hogy te vagy a fölkent, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És amikor megkérdezte Jézus egy nehéz helyzetben tanítványaitól, hogy ti is el akartok menni, akkor elhangzott a válasz a tanítványok részéről. Uram, kihez mennénk? Nálad van az örök életet adó tanítás. Vagyis az örök élet igéit kell hirdetnünk, befogadnunk, ennek megfelelően élnünk. Erre ad példát Szent Domonkos, aki nappal kedélyes, kedves, közvetlen és barátságos volt az emberekhez, éjszaka pedig szigorú volt önmagához, sokszor virasztással, imádsággal töltötte az éjszakákat, hogy az az ige, amit ő meghirdett, imádságos elmélyülésben verjen gyökeret a lelkében. Vegyünk példát, mint apostolkodó hívek Szent Domonkosról, és kérjük közbenjárását az evangéliumi élethez. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő atyánkat, hogy Szent Domonkos példájára alakítsa ki bennünk is a szeretetet és az igazsághoz való ragaszkodás lelkületét. Mm.
Engedd, Urunk, hogy önmegtagadásaink által eljussunk a szenvedések örömmel történő vállalásához. Tégy figyelmessé bennünket a felebaráti szeretet gyakorlásában. Add, Urunk, hogy életünk példája nyomán a téged keresők rád találjanak. Add, hogy felismerjük és védelmezni tudjuk Krisztus igazságát. Add, hogy egyszülötted édesanyját, a boldogságos Szűz Máriát a rózsafüzér imádkozás által úgy tiszteljük, szeressük és kövessük, hogy halálunk óráján hozzád vezessen minket. Fogad tetszéssel, Urunk, média apostolaink tanúságtevő életét, imáit, ima szándékait, hiszen kéréseiket és hálaadásukat most belefoglaljuk a Szent Misébe. Hallgasd meg mindnyájuk ima szándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő mennyei atyánk, aki Szent Domonkost azért adtad a világnak, hogy az egyház nehéz helyzetében is hozzád vezesse a lelkeket, add kegyelmedet, hogy példáját és tanítását követve mi is hozzád juthassunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A 227-es ének negyedik versszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Szent Domonkos közbenjárására hallgass meg kéréseinket, s a hit bajnokait kegyelmet segítsége erősítse meg ebben a hathatós erejű áldozatban, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölvetjük. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Domonkos áldozópap ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Isten, légy őséged, betetél.
szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitelbe jött feltámadásodat, ami ellenőrz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Domonkos áldozópappal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, a templomunkban nyugvó híveket, elhunyt média apostolainkat, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne,
a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten már anya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten már anya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten már anya, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mondom, és megjobbul az életem.
Kedves testvéreim, a lelki áldozás imája segítse és töltse be otthonaikban imádkozó testvéreink szívében a vágyat, hogy az Úr Jézussal lelkük mélyén találkozhassanak. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Add Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk annak a mennyei szentségnek erejét, amelyben Szent Domonkos ünnepén részesültünk. Engedd, hogy akinek ige hirdetésével egyházat felvirágzott, annak közben járására támaszt találjon Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, kérjük a Szűzanyát, hogy nyújtsa ki a kezét felénk az égből, a mennyből, ahogy elképzeljük, hogy az égi világból átadta le, nyújtotta Szent Domonkos kezébe a rózsafüzért, amit, hogyha jelképesen értelmezünk, akkor arra gondolhatunk, hogy a Szűzanya is biztat bennünket az evangélium szerinti életre, és nap mint nap ezért elmélkedjük át az Úr Jézus megváltó szeretetének hit titkait a rózsafüzér imádságban. A 189-es ének első és második versszakát fogjuk énekelni. Most kérjük az áldást kedves média apostolainkra, jelenlévő testvéreinkre, az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézőire, a Domonkos nevet viselő és ma névnapjukat ünneplő testvéreinkre, és a Szent Mise áldásában egyházmegyén két kedves papjára is gondolunk, akiknek ma születésnapjuk van, Bajcsi Lajos atyára és Hüllei László atyára, a Mátyás templom plébánossára és egyházmegyénk budapesti helynökére. Kérjük az áldást paptestvéreink szolgálatára is. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek, hogy is bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érek, magyarok szent őrangyala, könyörög érek, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög érek, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,